a Székesfehérvári Honvéd zenekar nyitotta meg az idei évben is a Katonadal Fesztivált Zalaapátiban. Az esemény immár 19. alkalommal valósult meg a településen. A programot Németh Lajos álmodta meg, aki olyan rendezvényt szeretett volna létrehozni, amilyen nincs a környéken. A program évről évre egyre népszerűbb, a dalkörök mellett a Magyar Honvédség és több hagyományőrző egyesület is képviselteti magát. Az eseményre a környékről és a településről is érkeznek vendégek. Németh Lajos barátunk, akinek egy gyönyörű tangó-harmonikás együttese van az ő meghívására, és nagy boldogsággal teszünk eleget, jól érezzük magunkat, kiváló a hangulat. A rendezvény téren nagy népszerűségnek örvendett a lézerlövészet. A gyerekek nagyon gyakorlottan kerülték el társaik lövedékeit, közben pedig nagyon jól szórakoztak. A katonai járművek is sokakat vonzottak, ezekbe is be lehetett ülni a gyerekek nagy örömére. A fegyverekre inkább a fiúk és a férfiak voltak kíváncsiak, ezeket is kézbe vehették az érdeklődők. A színpadon a népdalkörök váltották egymást. Az idén több olyan csoport is volt, akik először léptek fel Zalaapátiban, a többség azonban évről évre visszajár a településre. A fesztivál nevéhez hűen főként katonadalokkal készültek, de népdalok és könnyűzenei slágerek is felcsendültek. Négy csoporttal érkeztem erre a Katonadal Fesztiválra. Egy csoportom van, aki minden évben szinte a kezdetektől részt vett ezen a rendezvényen, és ők mondták, hogy mekkora élmény nekik, milyen szép dalok hangzanak el, és mi lenne, hogyha többi csoportot is elhoznám. A fesztivál 2020-ban a koronavírus járvány miatt elmaradt. Ezért nagy örömmel fogadták a fellépők és a vendégek is, hogy újra élettel telt meg a rendezvénytér Zalaapátiban. A program nem csak a szórakozásról szól, szemléletformáló szerepe is van. Én úgy tudom, hogy jelenleg Magyarországon Zalaapátiban van az egyedüli Katonadal Fesztivál, korábban más településeken is volt, és a katonadaloknak, a mának is nagyon nagy üzenete van. Kettőt szeretnék mindenféleképpen kiemelni, ez a két dolog nem más, mint a fegyelmezettség és a társadalmi rend. A 19. Katonadal Fesztiválra közel 20 énekkar jelentkezett, közülük 5 csapat először vett részt a programon.